2020 a pályázatok éve volt, mondta Bóta Gyula, a bátaszéki tűzoltóság parancsnoka. Az év folyamán több mint 20 millió forintot nyertek összesen, melyet eszköz, bérfejlesztés és bérkompenzációs támogatásra használhattak fel. Legutóbbi pályázatukon 4,1 millió forint értékben nyertek új eszközöket. Ami számunkra nagyon örvendetes, a légzőkészülékek korszerűbbé tétele. Gyakorlatilag az egyes gépjármű fecskendőnkön most már csak Dräger légzőkészülékek vannak, amik könnyebbek, kompozit palackkal rendelkeznek, tehát egy beavatkozás során jóval könnyebben tudunk bennük mozogni, és biztonságosabban tudunk beavatkozni. Ezen kívül 2 kárhely megvilágító lámpával és 3 motoros láncfűrésszel bővült most az eszközpark. Nemrégiben a bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesület közel 700 ezer forint értékben nyert magassági ágvágót és több komplett bevetési felszerelést. A bátaszéki tűzoltóság parancsnoka megvan elégedve az idei évvel, hiszen sok pályázati támogatást nyertek el. Közel 15 millió forintot nyertünk bérfejlesztési pályázaton, ami a tűzoltóknak a hétköznapi munkavégzéséhez szükséges forrást biztosította. Ezen felül bérkompenzációs támogatást még 1,7 millió forintot nyertünk, és ami rendkívüli nagy büszkeségünk az az, hogy egy közel 12 millió forint értékű Volkswagen Amarok terepjárót is nyertünk az idei évben. Bóta Gyula elmondta, hogy egy kisváros önkormányzati tűzoltóságához képest jól felszereltek és naprakészek, amiből viszont hiány van, az a munkaerő.